19. bogja táborba, úgyhogy lassan 2x-be leszünk. A 19 bogja tábor alatt eddig fejlődtünk, hogy 40 ember is tudjuk most egybe zenélni. Köszönjük szépen először is a támogatásukat, és azt, hogy elhordják a gyerekeiket a zeneiskolánkba, és azt, hogy ennyi finom sütit sütöttek, és hoztak mindenféle jót, hogy ez az este lényeges része a kajálás, az szépen elműködjön, vagy mit tudom. Na és sokat dolgoztunk, most amint látják, teljesen újra épülünk, mert nagyon sok pici van, 16 pici van, és nagyon nagy szorgalommal, nagy lelkesedéssel dolgoztak. Ezt a hagyományű népzenét műveljük mi, úgy, és nagyon boldogok vagyunk a Rózsával közösen, hogy tényleg van közönsége, és van, aki még mindig elragaszkodik a magyar gyökerekhez. Csak nem lett hosszú. És akkor hát menet közben, majd a Rózsánál van a műsor, természetesen. A kicsik következnek. Először van, aki csak szólóba fog hegedülni, mert még zavarja a kísérlet. De, tehát olyan gyerekek is vannak, akik most fogtak először a kezükbe. És vannak olyan felnőttek is, akik már régóta mostanában. Tehát átláthatják az egész népzenei mozgalom fejlődését. A zeneiskolánkban ebben az évben különösebb nem történt. Adtunk a Nyitra utcában egy koncertet. Ismét meghívtak bennünket a táncász találkozóra Budapesten. Ott voltunk a legjobbakkal, azokkal, akik megérdemlik. És hát építkezünk szépen most a következő 3 év. Tulajdonképpen arról fog szólni, hogy a kezdetektől egy valamilyen jó szintre fölhozzuk a gyereket. Na, ennyi elég is a beszélgetésről. Csapjunk a húrok közé. Kezdi, Bogi!